Ez itt az Orient Express, az ázsiai kultúrák, népek, országok magazinja a civilrádiónet neten. Szerkesztőtársammal Gulyás Csengével együtt köszöntjük a hallgatókat, én Szilágyi Zsolt vagyok. Kína gazdasági felemelkedésével, a kínai középosztály megerősödésével párhuzamosan egyre gyakrabban hallani arról, hogy a társadalmi réteg képviselői ilyen-olyan okból elhagyják Kínát és más országokban telepednek le. A felső középosztály és az elit korábban egyértelműen az USA-t, Ausztráliát, az első világbeli fejlett országokat célozta, de miután ott egyre nehezebbé vált a letelepedés, fokozatosan képbe kerültek gazdaságilag kevésbé fejlett országok, régiók is. Ez az immár milliós nagyságrendű kivándorló népesség, illetve azok, akik tervezik a lépés megtételét, szervezett migrációval foglalkozó cégek, intézmények célpontjaivá váltak. Megkezdődött a versengés ezért az alapvetően tőkeerős társadalmi csoportért. Ebben a versenyben a magyar letelepedési kötvény meglehetősen jól szerepelt aminek köszönhetően 2013 és 2017 között jelentős számú kínai bevándorló érkezett hazánkba, ami az itteni kínai diaszfóra struktúráját, társadalmi rétegződését is alapvetően megváltoztatta. De kik ezek a kötvényesek? Milyen célra érkeztek Magyarországra? Mit tapasztalnak itt? És mennyire elégedettek azokkal a viszonyokkal, amik hazánkba fogadták őket? Ezekről a témákról is beszélgetünk mai vendégünkkel, Beck Fannival, a CEU szociológia és szociálantropológiai doktori iskola hallgatójával, aki a korábbi években két kutatás során is vizsgálta a magyarországi kínai migráns közösséget. Az Orient Express adásainak elkészültét a Magyar Nemzeti Bank támogatja. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az Orient Express adásai nem csak a civilrádiónet hallgathatók, hanem podcastként az interneten is, az expressorient.blog.hu oldalon, a YouTube csatornákon, továbbá a különféle podcast alkalmazásokban. Kedves Anni, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm a megtiszteltetést. Az első kérdésünk arra vonatkozó, hogy ha jól tudom, akkor, akkor te nem csak ezzel az aktuális, nem csak ebben az aktuális kutatásban foglalkoztál a, a magyarországi kínai diaszpórával, hanem egy megelőzőben is, tehát legalább kétféle nézőpontból ismered már ezt a, ezt a társágot. Elmondanád, hogy hogy kezdődött ez az egész? Tehát, mi volt az első kutatásod? Természetesen a kettőt a tudom, szemszerűsítve nem tudom, hogy pontosan hány kutatást végeztem, mert miután elvégeztem a kínai szakot 2011-ben, azután egy rövid útkeresés után elég hamar megérkeztem a migráció kutatáshoz, úgyhogy most már lassan tíz éve kutatom különböző szempontok alapján különböző szegmenseit vagy csoportjait ennek a hát nevezzük közösségnek, bár e felől vannak kételjeim. Minden esetre az első kutatási témám az az itt született, úgynevezett másodgenerációs kínaiak identitás konstrukcióit vizsgálta, és utána ez folyt tovább, később ezt antropológiai szemszögből készítettem, és utána pedig a nacionalizmus tanulmányok elvégzése során pedig a felé fordultam, hogy maga a kínai állam hogyan próbálja a kínai részét ezeknek az identitás konstrukcióknak hathatósan elősegíteni. Akkor, hogy kicsit megvédjem magam, ez a kettő, ez a, egyrészt az az egyik az első, amiről, amiről, amiről beszélt, és van egy másik, amit mondjuk 2013 és 17 között végeztetek, mondjuk ez a közelebbi, talán így időben hozzánk nyíri pállal együtt dolgoztatok, és talán ez a, a doktori diszertációdnak a témája, is, ami már kifejezetten a Magyarországra érkezett kötvényesekkel foglalkozik, tehát kínai kötvényesekkel, ha, ha jól gondolom. Pontosan, hát ez a 2013 és 17, ez a kötvényprogramnak az időtartama, tehát akkor üzemelt a kötvényprogram. Mi ki sokkal később kezdtük el a közös kutatást, Nyíri viszonylag hamar felfigyelt erre a jelenségre, én kicsit később csatlakoztam hozzá, és valóban igen, erről szól a doktori disszertáció. Akkor beszélgessünk egy kicsit a közösségről, hogy milyen ez a migráns közösség vagy csoport, milyen a kínai társaság, akik Magyarországon vannak. Hát szerintem meglehetősen heterogén, szóval a legnagyobb tanulság a közel tíz éves kutatásaimnak ez, hogy egy végtelenül sokszínű közösség. A között, most akkor lehet, hogy azzal kezdeném, hogy tisztáznám, hogy mi a problémám ezzel a fogalommal, hogy szerintem mind a köznyelvben, mind úgy a tudományos nyelvben is egy olyan implikációja van, mint ezek az emberek mind ismernék egymást, mint léteznek közöttük valamiféle szolidaritás, vagy valami természet, adott kötődés egymáshoz, ami szerintem nem létezik. Ez egy másik nagy tanulság a kutatásaimnak. Természetesen vannak kapcsolatok kínai és kínai között Magyarországon, de hogy ez nem a dolgok természetes rendje, hogy aki kínaiként ideérkezik, az egy már felépült létező közösségbe tagozódjon be, hanem nagyon sok irányba, sokféle csoportosulás szövődik tudnál mondani egy-két példát, hogy mi alapján csoportosulnak, mi mentén? Természetesen, hát ezek ilyen, hogy mondjam, ilyen a hétköznapi logikának megfelelő dolgok, szóval amit nem neveznék közösségformáló erőnek, de egy elég praktikus dolog a frissen érkezők integrációjának az elősegítése, lakásvásárlás, iskolaválasztás, tajkártya ügyintézés és a többi, ez egy pragmatikus típusú kapcsolat. A másik az pedig értékrendszerek, érdekek mentén történő csoportosulás. Az én kutatásom főképp, mint ahogy azt Zsolt említette, a letelepedési kötvényprogrammal érkezőkről szól, és nagyon érdekesnek találom, hogy van egy éles kettévállás a 90-es évek és a 2000-es évek elején érkező kínaiak, értékrendszere, céljai, vágyai, aspirációi és, és az újonnan érkezők kék között. Pontosan arra gondolok, hogy a 90-es években érkezők, ők elsősorban gazdasági motivációkból jöttek az országba, klasszikus értelembe vett gazdasági bevándorlók, akik azért hagyták el Kínát és választották Magyarországot, mert úgy tapasztalták, hogy itt jobb lehetőségeik vannak a, a, munkakeresésre, a pénzteremtésre. Tehát elsősorban egy gazdasági megfontolás hozta őket ide, és tartja őket itt, és vezeti őket innen tovább, más országokba. azt tegyük hozzá hozzá, hogy a 90-es évek elején ők például teljesen szabadon jönhettek, legalábbis az első időszakokban, tehát nagyon megkönnyítette ez mondjuk a a bevándorlást, vagy az itteni letelepedést, hogy egész egyszerűen nem kellett vízumot szerezni, hanem eljöttek Magyarországra, és akkor valamit csináltak. Igen, egészen kilent, tehát 88 és 92 nem. között vízummentesen érkezhettek, és akkor ez egybeesett a, egyrészt a magyar gazdasági átalakulásokkal, és a kiskereskedelmi szféra teljes hiányával, és a kínai túltermelési válsággal. Szóval egy nagyon jó keresletkínálat találkozás alakult ki, aminek következtében több tízezer kínai választotta ezt az utat, hogy itt akármilyen végzettségtől függetlenül, tehát rengeteg értelmiségi is vágott itt gazdasági fejszébe. <laughs> És a, 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 ezek a kötvényprogramon keresztül érkező bevándorlók pedig egy egészen másik fajta Kínából jöttek el, tehát Kína geopolitikai helyzete rengeteget változott az utóbbi három évtizedben, Magyarországi kevesebbet, és hogy nagyon érdekes, hogy így meg, megfordultak ezek a dolgok, és ők nem amiatt jönnek Magyarországra, mert azt gondolják, hogy itt lukratív üzleti lehetőségek nyílnak meg előttük, és több pénzt tudnak keresni, mint Kínában. Épp ellenkezőleg pontosan tudják, hogy ha ide jönnek, akkor, és itt fognak munkát vállalni, akkor lényegesen kevesebb pénzt keresnek, de nagyon kevesen vállalnak is munkát, mert nem ez volt a az elsődleges céljuk, hanem, ö, hanem egy élhetőbb élet biztosítása mind önmaguknak, mint elsősorban a gyermekeik számára. Nem csak geopolitikai értelemben, meg nem csak gazdasági értelemben, hanem kulturális értelemben is azért nagyon sokat változott a kínaiak önképe, nagyon sokat változott. Milyen volt ebből a szempontból az társaság, akiket vizsgáltál korábban, és mondjuk ugye a második generációsok ilyen értelemben mi a különbség? Közöttük és a kötvényesek között, ha ez így megfogható? Ö, számomra egy kicsit nehez, hogy, ö, inkább olvasmányaim, mint tapasztalataim alapján mondom a következőket. Ez a Nyíri Pál kutatásai alapján nagyon ö, az a kép rajzolódik ki ezekről a 90-es években érkezett gazdasági bevándorlókról, hogy ők ö, nagyon erős és nagyon megkérdőjelezhetetlen kapcsolatot ö, tartottak fel a kínai állammal. A másodgenerációsok kapcsolata, egy, a, a, ezt ismerem első kézből, az egy, egy, sokkal ambivalensebb viszony, ami inkább táplálkozik abból, hogy, hogy itt nem tudtak teljes mértékben asszimilálódni, amiatt, mert kínainak néznek ki, ezért ez a, az első kutatásom címe, hogy de ha a tükörben nézek az arcom kínai, szóval ők magyarként nevelkedtek, de nem tudtak kiteljesedni ebbe az identitásukba, mert a külvilágtól folyamatosan arra kaptak visszajelzést, hogy ők nem magyarok, hanem kínaiak, de amikor Kínába elutaztak, vagy, vagy megpróbáltak valamilyen módon kapcsolatba kerülni az úgynevezett anyaországgal, akkor azzal szembesültek, hogy nem is, nem is eléggé kínaiak. Miben nyilvánul meg ez a nagyon erős kapcsolat, amire te hivatkoztál, tehát, hogy a kínai állammal nagyon erős kapcsolatot tartott. Hát elsősorban gazdasági jellegű volt ez a kapcsolat, természetesen politikai értékekkel egybevegyülve, vagy a kínai állam kapitalizmusnak azért ez a sajátossága, hogy az üzlet és a politika nem válik élesen ketté. Rengeteg ilyen hagyományos migráns szervezet működött az országban, amik elsősorban ilyen szülőváros szervezetek voltak, és ezeken keresztül rengeteg pénzcsatornázódott, illetve termékek csatornázódtak az országba, ami együtt járt egy politikai elköteleződéssel is. Ilyen típusú függési rendszer nincs a kötvényes bevándorlás kapcsán, tehát ezek olyan emberek, akik a kötvényprogramon keresztül letelepedés engedélyt vásároltak maguknak az országban, akik annyi privát tőkéje volt, hogy ezt megengedhették maguknak, és így gyakorlatilag szakíthattak a kínai állammal, ami sokuk számára a motivációk között szerepelt. Ugye, De közben, bocsánat, igen. még annyit fűznék hozzá, hogy kulturális értelemben viszont nagyon patriótikusak, szóval nagyon nagyra tartják az országot absztrakt értelemben, szóval a kultúrát, a gazdasági eredményeket, a történelmet, ezek mind nagyon fontos és nagyon önbecsülést meghatározó tényezők, viszont teljesen függetlenek az államtól. Ugye az első csoport az már ugye 30 évvel ezelőtt kezdett Magyarországra. Nyilván ez most nagyon általánosítás, mert hát előtte is voltak itt kínaiak, de hogy, de hogy az első jelentősebb migráns csoport, az ugye arról beszéltünk, hogy a 80-as évek legvége, 90-es évek elején jött. Amikor te foglalkoztál velük, vagy, vagy kutattál közöttük, akkor milyen tapasztalatok voltak abban a tekintetben, hogy ők mennyire eresztettek gyökeret itt, vagy mennyire tudta be az, azokat az elvárásokat Magyarország, ami, amivel ők idejöttek? Ez egy nagyon érdekes kérdés. Én elsősorban ö, ilyen nagy EU-s migrációkutatások kapcsán kérdői vesztem ö, ebben, a, akiket így lehet meghatározni, hogy a 90 es években érkezett gazdasági bevándorlók, és a kérdői vezés az nem a legmegfelelőbb formája az ilyen típusú ö, finom értékmozgások kitapogatásának. Az derült ki számomra. Mert nyilván próbáltam a saját kérdéseimet is ezekkel az alkalmakkal feltenni. Egyrészt egy sokkal nehezebben megközelíthető csoport, mert folyamatosan dolgoznak. Szóval hétfőtől vasárnapig, reggeltől estig dolgoznak. Így az ember, amikor a kíváncsiskodásával zargatja őket, az gyakorlatilag a munkájuk elől veszi el őket, aminek értelemszerűen nem örülnek. Ezért is szerintem kevesebb kutatás szól róluk, mint, mint például a kötvényes bevándorlókról, akik viszont kimondottan örömmel v az ilyen típusú érdeklődést, és ö, nekem az a benyomásom, hogy ö, ők azt mondják, hogy egyáltalán nem szeretnének integrálódni, nem kötődnek Magyarországhoz, nem szeretnének megtanulni magyarul, ö, nemzetközi iskolákba iratják a gyerekeiket, hogy egy transznacionális pályára készítsék fel őket, ez Niri és Fejs, mint Margit kutatásából világosan kirajzolódik, de ezzel szemben ö, a hétköznapi szükségletekből adódóan viszonylag intenzíven integrálódnak, megtanulnak magyarul, és szorosabb kapcsolatokat tartanak fenn a, mind a, azokkal, akik az ő vásárlóik, mind a, a magyar közösséggel, aki körbeveszi, körbeveszik őket. Mint a környezetükkel, őket. mert nyíripálik kutatásainak az eredménye ez, de én mondjuk a saját szomszédaimon tapasztalom pontosan ezt, hogy ők. Ők itt integrálódnak, a gyerekeik már nem, tehát ezek a második generációs európai bevándorlók nincsenek az országban, csak látogatóval jönnek, de a szülők itt képzelik el a jövőjüket, abszolút. Igen. Mondjuk terepmunka szempontjából, antropológiai terepmunka szempontjából a résztvevő megfigyelés szempontjából mennyire nehéz ez a közösség. Az antropológiai típusú érdeklődés az elég időigényes. Szóval egyrészt az ember sok időt szeretne eltölteni, hogy igazán megértse és megismerje a, a, a logikáját, a gondolatvilágát azoknak, akik iránt érdeklődik, és ez mondom, ez gyakorlatilag összeegyeztethetetlen szerintem a, 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 az, ő az ő életmódjuk. Úgyhogy, ha az ember nem beházasodik, szóval nem egy vegyes házasságban <laughs> kezd el kutatni, akkor, akkor viszonylag nehéz a dolga. <Szorítan> Ez itt továbbra is az Orient Express, mai vendégünk Bek Fanny, akivel a magyarországi kínai diaszpóráról, illetve az közöttük végzett kutatásairól beszélgetünk. Már volt néhány szó arról, amit én az első kutatásodként szoktam emlegetni, amit tulajdonképpen a, a Magyarországra érkezett első migrációs csoportok belül végeztél annak idején. A gyermekeik, a gyermekeik között. Igen, tehát a második generációsok között. Ha már a gyerekekről van szó, akkor egy dolgot hagyj kérdezzek, hogy, hogy az a társaság mennyire gazdasági szempontból olyan értelemben mennyire integrálódott például a magyar gazdaságban vagy Magyarországra, hogy én úgy látom, hogy sokan már ö, munkaadóként jelennek meg, és ha például a gyerekekről van szó, akkor nagyon sokszor tapasztaljuk azt, hogy a gyerekek pontosan az sok munka miatt, amiről az előbb már beszéltél, nem a szülőkkel vannak mondjuk hétközben, hanem ki vannak adva nevelőkhöz. Ez mennyire általános jelenség például? Azt hiszem, hogy anyagi helyzettől függ, szóval egy magyar dajkának a megfizetése az elég költséges, úgyhogy aki valóban anyagi szükségletek miatt érkezett az országba, és nagyon nehezen biztosította a megélhetése, közülük nagyon sokan, akár Kínába is a nagyszülőkhöz küldik vissza a kisgyerekeket, amíg ők nem tudnak magukról gondoskodni, gyakorlatilag iskoláskorig, és utána hozzák csak vissza, ez egy másik tehetősebbeknek fenntartott opció a magyar dajka megfizetése, és illetve én azt láttam még az utóbbi időben, különösen ott az úgynevezett Chinatown, a Monori Center környékén, hogy a gyerekek most már be vannak vonva a munkába is, mint ilyen interkulturális fordítók a magyar közönség kiszolgálására. Tehát itt Ugye ez is egy visszatérő dolog, sokszor hallottuk, hogy a gyerekek megtanulnak magyarul az első generáció, vagy az ők szüleik nem feltétlenül, vagy nem olyan szinten, és akkor tulajdonképpen a gyerekeket használják arra, hogy a magyarországi kommunikációt hát elősegítsék, vagy, vagy segítsék. Igen, és ennek van egy nagyon fontos interkulturális aspektusa is, szóval nem csak egy nyelvi fordítás, hanem a gyerekek, akik mondjuk magyar oktatási rendszerben szocializálódnak, mert nyilván a nemzetközi iskolák azok is a tehetősebbeknek van, vannak fenntartva, és sokan jártak az irállami iskolába is. Az elők a magyar társadalmat is közelebbről ismerik. És mi a helyzet azokkal a gyerekekkel, a szegényekkel, azt mondom idézőjelben, akiket hazaküldenek, aztán utána újra visszahoznak? Nyilván ez, egy, ez tényleg klasszikus értelemben ment kulturális sok, mert mind a két kultúrkörhöz alkalmazkodniuk kellene, viszont egyikre sincs igazán idejük. Hát a kínai az, az valószínűleg valóban természetes módon kialakul, mondjuk egy tíz évesen ideérkező kisgyerek számára evidens a kínai társadalmi rend, vagy a szokások, vagy az iskola rendszer, minden, és valóban egy, egy sok beilleszkedni az ember szűk családjába, és felvenni a tempót a magyar Környezettel, hát ez szerintem is egy nagyon megterhelő és nehéz dolog. Egy ilyen esettel találkoztam közelebbről, hogy szóval, amit volt alkalmam úgy mélyrehatóban megismerni, és az a számomra is szívszorító volt. De ezek pragmatikusabb elgondolások, és nagyon érdekes, szóval, hogy a kutatásom maga, a doktori kutatásom erről szól, hogy mennyit változott a a kínaiak szülő, szülői önképe, vagy a szülői szokásaik, hogy mit tartanak helyes gyereknevelésnek az utóbbi három évtized alatt, és nagyon érdekes, hogy most egyszerre érkeznek ide-vissza ilyen gyerekek, akik tíz éves korukig mondjuk Kínában nevelkedtek a nagyszüleiknél, és olyan gyerekek, akik meg a szüleikkel együtt jönnek, akiknek meg pont ez az elgondolása, hogy ők nem akarnak heti hét napot 24 órát dolgozni, hanem a gyermekeikkel együtt akarják eltölteni ezt az időt, és valamilyen minőségi szülői szerepet képzelnek el maguknak, és egy minőségi gyermekkort a gyermeküknek. Szóval egy hatalmas fordulás történt ezen a fronton. Akkor most ott tartunk, hogy megkérdezzem, hogy kik azok, akik manapság jönnek. Ezek az emberek, akik úgy érzik, hogy a kínai oktatási rendszer, és a kínai gazdasági viszonyok mellett kialakult egy úgynevezett involúció, ami azt jelenti, hogy az ember egyre több energiát fektet be, de mindig egy helyben marad. És ez egy nagyon erős frusztrációt szül egy olyan társadalmi oktatási környezetben, ahol a verseny. Évek óta egyre élesebb, és egyre, egyre nagyobbak az elvárások, egyre többet kell tenni, de egyre kevesebb esélye van arra az embernek, hogy ebből valami a végén kisüljön. És hogy ezek az emberek szerintem ezt a homályos jövőbeli sikerek hajszolása miatt félretet jelent, próbálják meg visszavásárolni gyakorlatilag maguknak ezzel a kötvényprogrammal. Ide jönnek, és itt itt úgy gondolják, hogy itt a jelenben élhetnek, és, és, a, és a, az újdonsült fontos értékeknek szentelhetik az idejüket, ami ez a minőségi szülőgyermek kapcsolat, minőségi gyerekkor. És erre valószínűleg a tőke, tőke hátterük is megvan, tehát jobb anyagi körülmények közül jönnek, vagy sokkal jobb anyagi körülmények közül jönnek, mint azok, akik mondjuk első generációsak voltak. Igen, hát társadalmi osztályt tekintve érdekes módon amúgy nincs nagy különbség a két csoport között, csak Kínában változtak meg a társadalmi osztályoknak a lehetőségei. Szóval ez az új, 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 kínai középosztály, aki most vándorol be ők, akik a 90-es években én jöttek, köztük is rengeteg a diplomás, és rengeteg az, aki, akinek volt valamilyen mértékű magántőkéje. Nyilván a kínai piacon lehet látni, milyen autókkal rendelkeznek, és a többi. Ez az új kínai középosztály pusztán szerintem tényleg inkább azt, azt reflektálja, hogy Kína mennyit változott az utóbbi évtizedek alatt. Maguk miatt jönnek, vagy a gyerekeik miatt? Hát ez egy izgalmas kérdés. Mindenki azt mondja, hogy a gyerekei miatt, de nyilván ez a kettő nehezen külön választható, szóval valószínűleg ez nekik is jó. Ezt nem lehet tudni, hogy ez egy. Legitimációs stratégia, vagy egy ö, 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 őszinte dolog. Én mint hogy ezt mondják, én ezt hiszem, hogy a gyerekeik miatt jönnek. <sínt> És akkor a gyerekek miatt azért jönnek, hogy kivegyék őket ebből a nagyon versengő oktat-kínai oktatási rendszerből, vagy azért jönnek, mert azt gondolják, hogy Európában színvonalasabb oktatáshoz jut a gyerek, vagy más típusú oktatáshoz jut, mint a kínai. Azt hiszem mind a kettő uh -huh. miatt. Szóval egyrészt a kínai oktatási rendszerrel egytől egyik nagyon elégedetlenek, szóval mindenki úgy gondolja, hogy, hogy teljesen elveszi a gyerekkort, ami szintén egy nagyon új keletű jelenség Kínában. Ez az ez a elképzelés, hogy, hogy van olyan, hogy gyerekkor. Minden esetre létezik ez az elképzelés. Az egy másik kérdés, hogy ez hogyan alakul ki, miért változnak ezek a dolgok. Tehát a kínai oktatási rendszer tényleg elképesztő nyomást jelent, mind a szülőknek, mind a gyerekeknek, mind a tanároknak. Elképesztően nagy a teljesítménykényszer, és nagyon-nagyon-nagyon sok elvárásnak kell megfelelni, amihez rengeteg pénz kell, és ennyi pénzük nincs is amúgy. Tehát, hogy Kínában ugyanazt a színvonalú gyereknevelést, amit itt tudnak biztosítani, Kínában csak nehezebben tudnák. Mert így, hogy ezek az úgynevezett társadalmi reprodukcióval kapcsolatos felületek, mint mondjuk az oktatás vagy az egészségügy, növekvő mértékben kikerül a, a, az állam Halul, és növekvő mértékben a piac ö, kezdi ö, átvenni a szerepét, így ez egy fantasztikusan lukratív iparággá nőtte ki magát, globális szinten is, de hát az, hogy ez mennyire drága, és hogy mennyire, tehát, hogy ami az embernek, egy hétköznapi embernek hétköznapi szinten ö, problémát jelent, az természetesen az elsődleges kutatásainkból derült, késem miatt kezdtünk el utána olvasni ezeknek a kérdéseknek, de egy, egyértelműen ez egy tendencia Kínában. Van ez a Six Stone nevű, amúgy állami felhatóság alatt működő blog, ahol minden ötödik cikk ezzel a témával foglalkozik. Szóval ez egy létező társadalmi probléma Kínában. Ezzel függ össze ez az úgynevezett Tangping szociális mozgalom is, a ami azt jelenti, hogy hanyatfekvés, vagy tehát hogy viszintesen sem lefekvés, hogy emberek egyszerűen úgy döntenek, hogy kiszállnak ebből a versenyhelyzetből, és nem csinálnak semmit ez maga a mozgalom, ami nyilván egy tünete annak, hogy mennyire túl van hajszolva az egész társadalom, aminek az oktatási rendszer egy ilyen, hogy mondjam ezt, a, tehát hogy ott, ott kristályosodik ki, ez az egész problémakör gyakorlatilag. És ott nagyon kézzelfoghatóvá válik, pláne, hogyha az ember figyelembe veszi ezt a megváltozott szülőgyermek viszony meg megváltozott gyerekképet, hogyha azt látod, hogy a gyermeked hajnalban kell, és írtókésőn fekszik le, és egész nap tanul, mint egy robot, tehát ez az, amit az én ismerőseim mondanak, akkor, akkor az problémaként éled meg. És nem csak a súliban tanul, hanem már az előkészítőben is tanul. És hát minden, óvodásként minden tanul. Mindenből kell, minden kell korepetációra járni. Látod, hogy a szomszédod gyereke még több korepetációra jár, akkor arra gondolsz, hogy a te gyereked le fog maradni a versenyben. Van egy ilyen közkeletűen, ilyen középosztálybeli szólásmondás, hogy nem akarsz a rajtvonalon veszteni és ami elképesztő, hogy ez a rajtvonal, ez egyre korábbra tolódik a gyerekek életében. Tehát, hogy most már azt mondják, hogy a megfelelő bölcsődei bejutásnál eldől az, hogy neked lesz-e jövőd az oktatási versenyben, vagy nem. És ennek az embertelen jellegét Kivétel nélkül minden ö, ismerősöm hangsúlyozta, hogy ezt nem nem kívánták, hogy a gyermekeik ezen az úton menjenek végig, attól függetlenül, hogy, hogy milyenek a gyerekek képességei. Szóval hogy egy, hogy több olyan ismerősöm is van, ahol kimondottan kiemelkedő képességű gyerekek vannak, akik valószínűleg ezt elviselték volna, és állták volna a sorat, és valahová is jutottak volna, de szülők arra gondolnak, hogy sokkal értelmesebb dolog, hogyha vagy szó, szó az értékrendszerüknek jobban megfelel az az elképzelés, hogy a gyerekek a helyet, hogy mint az űrült az összes elvárásnak megfeleljenek, kicsit befele figyeljenek, meg tudják, hogy mi az ő saját személyiségük, meg kiismerjék magukat, mik az ő igazi érdeklődéseik, és mi, mire van tehetségük, és akkor ebben teljesedjenek ki, és ehhez mindent elősegítenek, minden hátteret biztosítanak, de a feleslegesnek tekintett extra nyomást, azt leveszik róluk. Ez persze nem ilyen könnyű, mint ahogy az ember ezt elképzeli. Tehát, hogy ez a döbenetes verseny, ez nem ez kísérti őket itt is, hogy nem tudják, hogy Vajon rossz döntést hoztak-e, és hogy vajon végső soron oda fog ez az egész kifutni, hogy a gyerekek mégiscsak elbuknak ebben, a, vagy mégis utoléri őket ez a verseny, és mégiscsak vesztesként fognak kijönni? Itt a gyerekeket mennyire járatják külön órára, hányra járatják? Nagyon sokféle, tehát hogy nekem nagyon sokféle ismerősöm van azért létező jelenség, hogy Magyarországon kínai viszonylatban elképesztően olcsóak a különúrák, és ez, a, ez valahogy motiválja a szülőket, hogy egyszerűen egy jó üzlet az, hogy itt olcsón lehet angolul tanulni, akkor, akkor, akkor inkább beiratják angolórára, mert szinte ingyen van ahhoz képest, mint amennyibe Kínában mint amennyibe Kínában kerül egy angolóra, de közben tehát olyan családot is ismerek, ahol ezt véresen komolyan veszik, és egyetlen egy külön órára sem jár a kislány, mert nagyon tehetségesen rajzol, és nagyon tehetségesen ír, és egész nap otthon a szobájában mesekönyveket ír és rajzol, és a szülei miatt büszkék rá, és támogatják ebben. Szóval nagyon sokféle dolog van. Egy harmadik típusú stratégia, amit szintén láttam, az a, az a új, új, egy. egy egy új versenypályának a gyakorlat a kiépítése. Tehát Németországban eddig nem irányult jelentős mértékű kínai migráció, az angolszáz országokba folyik a legélesebb harc a globális oktatási piacon, de ez a piac gyakorlatilag terített. És a német, mint egy harmadik le legrelevánsabb nyelv név, név, európai viszonylatban, talán akár második is, illetve egy nagyon erős gazdaság. Olyan verseny, verseny ö, terepnek tűnhet innen magyar ö, perspektívából, ami ahova érdemes lehet betörni. Szóval sokan gondolkoznak ezen, ráadásul a felsőoktatás ingyenes, ezt is nagyon sokan megemlítettem mondani. De. Hogy német nemzetiségi iskolákba íratják a gyerekeket, és akkor onnan viszonylag egyenes út nyilhat. Tehát német akkor eljönnek felső Magyarországra, felső. és akkor. Ez egy ugródeszka lehet esetleg a következő szint, vagy a következő életkori szakaszban esetleg továbbküldik a gyereket. Németországra. Ba... Bocsánat, mégis ott két, a, a két fele volt az egyik kérdésednek, és most jutott eszembe, okay. hogy az volt, amit feltettem válaszolni, hogy az európai, az, hogy egy másik minős, nem hiszem, hogy magasabb minőségű oktatást remélnek, de egy ilyen. Kvalitatíve más minőségű oktatást remélnek Magyarországtól, pont egy ilyen egyénközpontú, egyéni képességek kibontakoztatását elősegítő oktatást. Most ugye ezzel találkoznak -e, találkozik -e a valóság, ezzel az elképzeléssel, ez, ez szintén egy külön kérdés, de az biztos, hogy ez egy motivációs tényező, és hogy az európai kultúra tisztasága és sokszínűsége szintén egy na nagyon gyakran visszatérő motiváció. Tehát akkor tulajdonképpen nekünk az is segít, hogy Európában vagyunk, Európán belül vagyunk, hogyha, hogyha bejönnek Magyarországra, akkor Európába érkeznek. Egyrészt meglepültem ezen, amit mondtál, hogy, hogy Németország még csak most kezd felkerülni a céltáblára. Holott tudjuk, hogy például az Európai Unión belül a kínai befektetések döntő többsége például Németországban megy sokkal, vagy nagyobb mértékben, mint ahogy például Magyarországon beszélünk erről a kérdésről. Ehhez képest a hogy ilyen tekintetben viszont mostanában kezdik el felfedezni. És hogy az lett volna a kérdésem, hogy miért pont Magyarország, hogy mi ennyire jók vagyunk, ennyire jók vagyunk ezen a piacon, ennyire jó, jól reklámozzuk magunkat, vagy pedig minden olyan tényező, amiről már korábban is beszéltél, az nagyjából komoly súlya lesik alatban. Hát az biztos, hogy ez a kötvényprogram egy, egy végtelenül egyszerű megoldás volt, ez, ez nagyon vonzóvá tette, szóval a legtöbb ilyen típusú program, mert nagyon sok országban működik valami ehhez hasonló, több követelmény támaszt az, az egyszeri pénzkiadáson kívül. Így gyakorlatilag egyszer kellett ö, pénzt befizetni, nem volt semmiféle ö, jelenléti kötelezettség, tehát nem kellett ide utazni, nem kellett itt napokat, heteket, hónapokat eltölteni, hanem egyszerűen az ember befizette a pénzt, egyszer idejött és felvette az állandó letelepedési kártyát. Ez roppantul egyszerű. Szemben például nem tudom az amerikai befektető, befektetői bevándorlói programmal, Éveken át tart a kivizsgálása az ember kérelmének, ami aztán lehet, hogy visszautasításba torkolik. Szóval egy olyan ismerősöm is van, aki megpályázta ezt az amerikai befektetői programot, Három évet vártak, és utána visszautasították, és akkor már öt éves volt a kisfiúk, és úgy gondolták, hogy most azonnal kell lépniük, mert különbe be kell iratni a kínai oktatási rendszerbe a kisfiút, azt pedig minden áron el akarták kerülni. Ez amúgy egy fiatal szülőpár volt, akik maguk is egykeként nőttek fel. Ebben is nagyon nagy különbség van, vagy az egyke politikáról nem beszéltünk eddig, de mm. Az egész társadalmi átalakulásnak azt hiszem, ez áll a, a hátterében. Meg ennek a helyzetnek a kialakulásában fontos az egy-politika, amiről Telenleg hát látjuk, hogy, hogy hát nem feltétlenül váltotta be azokat a reményeket, ami miatt. Szer, szer, tehát, hogy szerintem abban a tekintetben, hogy ez a tehát, hogy az volt mögötte az elgondolás, ez egy társadalmi mérnöki tevékenység volt, ami az egy politikát életre hívta, hogyha kevesebb lesz az ember, akkor a minőségük magasabb lett. Hogyha nyugaton az történt, hogy megemelkedett az életszínvonal, és ettől kevesebb lett az ember, akkor ezt meg lehet csinálni. Fordítva is, hogy kevesebb embert csinálunk, és akkor az ő életszínvonaluk automatikusan magasabb lett. Most ez a része, ez, ez pont pont. Az derül ki abból, hogy ennyien tehetős kínai választotta például ezt a magyar kötvényprogramot, Európa szerte pedig szintén háromszor-négyszer ennyi ember telepedett le. Nagyjából azt mutatja, hogy kialakult ez a társadalmi réteg, akik valóban megtehetik azt, hogy magasabb életszínvonalon élnek. Nyilván azzal a gazdasági háttérrel, amit mondjuk az elmúlt 40 évben Kína produkált, tehát azért ez is hozzátartozik. És a, s, látjuk a sok negatív hatását is az egykepolitikának, politikának, amiben most szembesülünk. <Szorítan> és az Orient Express mai vendégünk megvanni, akivel a magyarországi kínai közösségről beszélgetünk, és mostanában már a kötvényesekről, és azzal szeretném folytatni az a kérdéssel, hogy miért volt vajon ennyire sikeres ez a letelepedési kötvényprogram. Hát, amellett, hogy egyszerű volt, amiről az előbb beszéltem, amellett valóban viszonylag olcsó is volt, főleg európai viszonylatban, a, a mondjuk a legolcsóbb program, illetve ez volt az egyetlen, amit vissza is téríthettek a befektetők. Szóval egyfelől pragmatikus alapokon ez egy jó választás volt, viszonylag kevés pénzért, viszonylag gyorsan, fantasztikusan, egyszerűen lehetett idejönni. Másfelől a marketing tevékenység az biztos, hogy jól működött Kínában. Jók voltunk ebben? ezekben? Igen, hát hamar ráéreztek. Tehát a promóciós anyagok, amiket láttam, nem sikerült igazából magával. Tehát ugye a, a, migrációs ügynökségek, a migráció, mint árucik forgalmazói, velük kevésbé sikerült felvennem a kapcsolatot, de a reklámanyagok, amiket láttam, azok nagyon egybevágnak az igényekkel az egészen egyértelmű. Valahol azt is Vastam, hogy a Vícseten csoportok alakultak ö, ezzel kapcsolatban, és ott híreket és információkat szolgáltattak a, ma a magyar kötvénye, kötvény lehetőségekről. Természetesen hát a Vícseten folynak a legfontosabb ö, információk, az egész biztos. Ha már ilyen sikeres volt, és sokan jöttek, mennyien, mennyien jöttek? 15 ezeren? 16 ezeren Most, hogyha a Magyarországon tartózkodó, Kínai diaszpórát nézzük, ami nagyjából ilyen 40 ezer körül lehet, de most ezt nagyon óvatosan mondom, nem bértesz vele egyet. Úgy a... Hát ezt nehéz, nem nehéz, tudjuk, hogy, ne, nem tudjuk, hogy hányan vannak a KSH adatai szerint, nagyjából tizen, sajnos nem, nem vagyok jó a számok megjegyzésében, de nagyságrendileg 15 ezer kínai lehetett itt a kötvényprogram előtt, és nagyságrendileg 16 ezeren jöttek a kötvényprogramon keresztül, szóval ez elvileg 30 ezer főt jelent. De mint említettem, a kötvényprogrammal nem volt kötelező letelepedni, tehát léteznek olyan emberek, akik kiváltották ezt a letelepetési engedélyt, és soha nem költöztek ki. Én úgy fejeztem volna be a hogy nagyjából megduplázódott a Magyarországon tartózkodó, vagy Magyarországgal kapcsolatot létesítő kínaiak száma, a láthatóságuk viszont szerintem fantasztikusan megnőtt, szóval a gazdasági bevándorlók egyáltalán nem voltak jelen Budapesten a közterületeken, játszó tereken, uszodákban, kávézókban és hasonló középosztálybeli köztereken, és most viszont szerintem nem lehet úgy, tehát nincs olyan, tere, nincs olyan kerület a városban, ahol, ahol ne lennének minden ilyen helyen jelen kínaiak is. Hát mert az első generációsok effektíve 0-20, vagy ugye 7 per 24-ben dolgoztak, és akik, akik, jöttek, és jobb gazdasági háttérrel jöttek, ahogy, ahogy, erről beszéltünk már, vagy amit mondtál, nekik, ők meg, megtehetik, ráérnek. Hát ők gyakorlatilag fogyasztók. Ilyen, ilyen értelemben, velük könnyebb, volt, könnyebb, is volt kapcsolatot létesíteni. Lényegesen. Nem? Szinte ők kerestek. Tényleg? Igen. A, közösségem belül elindul a híra annak, hogy, hogy van valaki, aki érdeklődik irántuk, és akkor tulajdonképpen egymás kezébe adnak. Pontosan, igen. Ez egy nagyon, nagyon jó. Egy antropológia Az antropológiai Igen, antropológia, Ezt akartam mondani, hogy az antropológus számára nagyszerű, nagyszerű terep. Nyilván megküzdöttél az elején a másik csaporta azért, hogy aztán ilyen lehetőségeid legyenek. Lehet, ö, ez a karmikus háttér történik. <laughs> arról is beszélve, hogy nyilván te kínai szakot is végeztél, tehát mondjuk ilyen értelemben egyrészt ismered a kultúrát, sokkal könnyebben kommunikálsz velük, ö, nem arról van szó, hogy beejtő, valaki egy teljesen más területről, mondjuk így, ami azt gondolom, hogy nagyon sokat segít a kutatás elvégzésében is. Ez a másik fele a magyarországi kínaiaknak, hogy éli meg ezt az elmúlt néhány évet? Olyan értem, azt szeretném kérdezni, hogy azt találták-e itt, amit a reklámanyagokból, meg az ő elképzeléseik, meg gondolom az információszerzéseik alapján gondoltak, meg elégedettek-e, vagy kevésbé? Szerintem alapvetően elégedettek, Nagyon, tehát hogy személyes ismerősöm közül senki nem utazott vissza Kínába, vagy költözött el másik országba. Történeteket a Vicheten például olvastam olyanokról, akik nagyon elégedetlenek voltak, és elmentek, hallomásból is hallottam, de hogy ez nem nem jellemző. Tehát a többségük, aki úgy döntött, hogy ide költözik, ő itt le is telepedett, és már évek óta itt is lakik. És alapvetően elégedettek, azt találták, amit kerestek, egy tiszta környezetet, ami nem csak a szószoros értelmében, szóval nem csak a fizikai környezet tisztább, mint a kínai ilyen megapolis szokban a, a, az élet, hanem társadalmi tekintetben is nagyon tisztának találják Magyarországot, nincsenek muzulmán bevándorlók, nagyon ezt tük, kevés ezt fekete sz... bevándorló van. Ezt ők szóvá teszik? Igen. Erre figyelnek. Igen, Volt is és tényezem. hogy ez egy, ez egy biztonsági tényezőként jelenik meg a narratívákban, tehát úgy gondolják, hogy itt például nem kell terrorfenyegetettségtől tartani és még, Tehát nagyon ö, támogatják a kormány szelektív bevándorlás politikáját, ez teljesen nyilvánvalóan jelenik meg a narratívákban. Ez, de szerintem inkább olyasmi, amit utólag találnak, semmint olyasmi, ami eleve motiválta volna őket. Ö, az oktatási rendszerrel kapcsolatban szerintem alapvetően így évek után is homályban tapogatóznak, szóval a magyar oktatási rendszerben nincsenek eszközök a a bevándorló gyerekek integrálására, a bevándorló szülőkkel való kapcsolattartásra. Szóval nagyon ö, az elképzeléseikre hagyatkozhatnak csak, hogy, hogy vajon mi történik az iskolába. Aki Ez a gyerek valaki... mit mond, nem? Hát é, pontosan, de ki mennyire bízik abban, hogy mit mond a gyerek. A gyerekek amúgy ö, alapvetően, legalábbis azok a gyerekek, akiket én ismerek, boldogokat, tehát imádna, imádják a magyar iskolát főleg azok, akiknek volt tapasztalata a kínai iskolában, nagyon örülnek, hogy elképesztő keveset kell tanulni, hogy nincsen házi feladat ahhoz képest, ami Kínában volt a helyzet. A szüleiket ez, tehát hogy ebben a szempontból is tehát, hogy teljesen heterogén ez a közeg, van, akit aggodalommal tölt ez el, hogy, míg a gyerekek itt játszanak, és kiteljesítik a személyiségüket, addig például Kínában, amivel a wechat keresztül folyamatosan, tehát a WeChat Moments, ami olyan, mint az Instagram mondjuk, ott látják, hogy mindenki rakja föl, hogy ki milyen eredményeket ér el, ki milyen elképesztő sokat tanul, és még annál is többet tanul, és ugye miért van egy folyamatos összehasonlítási kényszer. Természetesen ez egy transznacionális dolog, szóval mindenkinek vannak ismerősei, akik más európai országokba telepedtek le, aki Amerikában, Ausztráliában, Kanadában telepedett le, és van egy folyamatos összehasonlítási kényszer, ami valószínűleg az ilyen úgynevezett középosztálybeli. Csoportosulásokra különösen jellemző ez a folyamatos összehasonlítás. Tehát igazából, ami elől menekültek, hogy ezeket a versenyhelyzeteket kikerüljék, azért a háttérben mozog ez, hogy vajon jó döntést hoztak-e a gyerek, meg fogja-e állni a helyét. Egyáltalán, miben gondolkoznak, hogy a gyerek megállja a helyét Európában, vagy meg fogja-e a helyét, ha visszamenne Kínába például? Azt hiszem, ezt az opciót gyakorlatilag mindenki elveti. Tehát az, aki pár évet lehúzza a magyar oktatási rendszerbe, annak a kínai oktatási rendszerbe nincs esélye visszakerülni Ő komolyabb veszteség nélkül. Szóval erről, erről mindenki letett, de az, hogy mondjuk a felsőoktatását a gyerekeknek Magyarországon képzelik el, ezt azért nem sűrűn hallottam. Tehát Németország az felmerült, illetve vannak ambiciózusabb angolszász pályára készülők is, de Szóval hogy ez, a, ez a magyarországi életidőszak, ez inkább ez a kisgyerekkortól, tehát hogy óvodáskortól a gimnázium végéig tartó időszakot képzelik el. Gyakorlatilag, mint egy ilyen kártvárosi környezet. És mennyire nyitottak a magyar kultúrára, így értem ezt alatt, hogy ugye akik a 90-es évek elején jöttek, ugye mondhatod, hogy meg se akartak tanulni magyarul, de a kényszer azt hozta, hogy mégiscsak valamennyire megtanulnak, meg így nem nagyon akartak integrálódni és mi a helyzet így a kötvényprogramosokkal ezzel kapcsolatban. Ők viszont azt mondják, gyakorlatilag kivétel nélkül, hogy ők így magukba szeretnék szívni, nem feltétlenül specifikusan a magyar, hanem az európai kultúra, tehát amit Zsolt mondott, az teljesen így van, hogy Magyarország inkább, mint Európa része értelmeződik ezekben a keretekben, nem pedig, mint egy önálló, nagyon sajátos kulturális entitás. Nagyon keresik a különböző kulturális programokat, legyen az mondjuk a nemzeti vágta, vagy vagy akár balettek, vagy szóval az európai kultúrának ilyen Kínában is ismert termékei. Viszont, minthogy, és azt is, tehát hogy mindenki jár magyarra egy darabig, én is tanítok sok szülőt magyarul, gyerekeket is tanítottam régen magyarul, de ők megtanultak, a szülők viszont... A, a, a motivációjuk ellenére nem nagyon tanulnak meg, mert hát nagyon nehéz magyarul megtanulni. Szóval egy ilyen érdekes fordulás van a, a 90-es évek gazdasági bevándorlóihoz képest, hogy ők azt mondják, hogy szeretnének integrálódni, de közben meg végül nem. Feltétlenül integrálódnak, de mondom tényleg ö, nagyon keresik a kapcsolatot az olyan magyar szülőtársakkal, például iskolákban, óvodákban, akik tudnak angolul, amennyiben ők tudnak angolul, angolul is tanulnak, azért, hogy akkor lehet, hogy még jobban fel tudják venni a magyar ö, ö, környezetükkel a kapcsolatot. Szóval van egy erős szándék itt a beilleszkedésre sokan járnak, nem tudom, milyen ö, gyümölcsszedéssel, ilyen kilós, vödrös gyümölcsszedés, tokai borkóstolás. Van egy komolyabb érdeklődés, és nyilván összefügg azzal, hogy rengeteg szabadidejük van, és a koronavírussal is összefügg, hogy belföldön utazgatnak, és nem külföldön. Igen, épp ez ütött szokat a fejemben, hogy a kínai középosztály itt úgy működik, mint az európai felső-közép vagy felső osztály, és egy igazából a magyar középosztálynál sokkal magasabb státuszban mozognak talán, és tényleg kult, olyan értelemben gondolom ezt, hogy van idejük kultúrát fogyasztani, van idejük az érdeklődési körükhöz illeszkedő dolgokkal foglalkozni, mert nem effektíve a megélhetésük az, a, ami leköti, vagy a megélhetésük előteremtése, ami leköti az, idejüket. Ha már azt mondtuk, hogy itt kultúrafogyasztóként jelennek meg, európai kultúra, nyugati kultúrafogyasztóként jelennek meg, milyen a viszonyuk a kínai kultúrához. Van -e erre vonatkozóan tapasztalatod? És hogy a másik kérdésem pedig, hogy abba a közösségbe, hogy integrálódtak, amelyekbe ide érkeztek, például vállalkozóként esetleg szolgáltatnak-e például a kínai közösség felé, akár a média területén, akár bármilyen. Az új. Az új, az új az Tehát, hogy ilyen te, szempontból integrálódnak -e a saját kínai közösségükbe? A kínai kultúrához való viszonyuk, azt hiszem, azt említettem, hogy van bennük egy ilyen erős kulturális nacionalizmus. Ez elsősorban amúgy a Facebookon keresztül szereztem erre bizonyítékokat, vagy ott, ott, tapasztaltam ezt leginkább, hogy rengeteg kínai kultúrával kapcsolatos tartalmat osztanak meg a Facebookon, amit például a wechat ugyanezek az emberek nem tesznek, szóval így érdekesen ketté válnak ezek a szociális média felületek. De ez a kulturális nacionalizmus igazából egy ilyen edukációs funkciót tölt be. Tehát, hogy a magyar közösségüket edukálják a kínai kultúra nagyszerűségével kapcsolatban. Pont ezt szerettem volna kérdezni, hogy lehet, hogy azért válik el ez a kettő, mert a Facebook. El, nem elvileg nem elérhető Kínában, tehát egy teljesen más közösségnek mutatják meg ezt hát a kultúrát. Hát félig sokan... azért van, mert ott az Igen. Isteni, itteni ismerőseik vannak, Vícset, meg pedig. azért, mert az összes kínai ismerősük a Vícseten van, szóval hogy ott nyilván elsősorban a, a, a nem kínai ismerőseiknek szóló tartalmakat osztják meg, és hogy ott egyértelműen fontosnak érzik, hogy ez a Kína kultúrális hatalmasságáról ö, szóló tartalmakat ott megosszák, ami nyilván semmiféle külső kényszer nem szüli ezt valami belső ö, ilyen misszió ö, nélkül. A második kérdés pedig ö, a két-két csoport kapcsolattáról. Ez nagyon érdekes, szóval az, hogy így élesen ketté választom őket, az nem egy ilyen objektív, analitikus eszköz, hanem ez egy belső meghatározása mind a két csoportnak. Szóval hogy mind a ketten nagyon élesen egymással szemben határozzák meg magukat. Van egy nagyon éles szembenállás a két csoport között. A E emiatt élek én is ezzel a megkülönböztetéssel alapvetően. A van köztük pragmatikus kapcsolat, tehát a, de inkább fordított irányban, mint amit te Zsolt ö, mondtál, tehát hogy inkább a 90-es, tehát akik már ismerik itt a rendszert, mi hogyan működik, ők biztosítanak szolgáltatásokat, de ezek rövid életűek, tehát hogy amint az embernek be van iratva iskolába a gyereke, és megvan a lakása, és van tajkártyája, Onnantól fogva nem igazán szorul ilyen típusú segítségre. Egymás között, ahhoz képest, hogy nekem igazából több több irányból jönnek az ismerősém, tehát nagyon sok olyan ismerősöm van, aki nem ismeri egymást, úgy mondják ugyanazokat az érveket a Magyarországra költözés mellett, úgy emelik ki azokat a. tehát egyrészt a prioritásaik, másrészt a. Az itteni ö, tapasztalataik, élményeik annyira elképesztően egybe csengenek, mint hogyha egy könyvből olvasnák föl őket, hogy ez egészen döbbenetes a, a homogenitás ebből a szempontból, és közben ők egymással nincsenek semmilyen kapcsolatban. És amikor például nem tudom, nemrégiben az egyik ismerősömnek mondtam, hogy amúgy 16 ezer kínai van itt maximum, de nyilván több ezer kínai van itt, ugyanezekből a megfontolásokból, mint ő. Teljesen el volt képedve, tehát, hogy ő soha nem gondolta volna, hogy itt ö, yes, vannak oh. hasonló yeah. emberek, mint ő. Tehát, hogy nem ezek nagyon individualizált ö, életpályák, amiken ők mozognak, és vannak találkozási pontok, a Vícseten is vannak olyan csoportok, amik kimondottan letelpedési kötvényes bevándorlóknak vannak létrehozva kerületenként is vannak ilyen csoportok, ö, meg Mármint, hogy Budapesti, kerület, Budapesti, Budapesti kerületenként? kerületenként vagy... Igen, mert nagyon uh, szét, szét van szóródva ez a csoport is, mint egy a 90-es évek bevándorlói is össze-vissza a városban. Ugye a gazdasági bevándorlók az egész országban laknak szétszórva, A kötvényeskinek ők elsősorban Budapesten élnek, vagy arról, aki nem így telepetetlen, nem hallottam soha. Minden esetre nem, tehát hogy, hogy a közösségisége az, az valóban nagyon megkérdőjelezhető, annak ellenére, hogy, hogy, van egy ilyen erős érték közösség, ami ezek szerint nem, tehát, hogy nem, más, nem, nem, egy közösségi, nem egy kollektív érték közösség, hanem csak egyszerűen külön-külön ugyanazt gondolják. Sajnos az időnk vége felé járunk, úgyhogy most az a kérdés következik, hogy hogyan tovább. Tehát, hogy ugye a kötvényprogram maga lezárult 2000 2017-ben nyilván a kutatásod nem, hiszen ez folytatódik, merre felé folytatódik ez a kutatás? Hát engem nagyon foglalkoztat pontosan az, amit te kérdeztél, hogy az elképzeléseiknek hogyan felel meg Magyarország, és ez csak hosszú távon derül ki, és valóban úgy érzem, hogy ez az elmúlt, nem tudom, 5 év talán, amióta ezzel foglalkozom, rengeteg változást hozott, és úgy képzelem, hogy még rengeteget is fog hozni. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy a gyerekekből mi lesz, mert most elsősorban a szüleikkel készítek interjúkat, hiszen a gyerekek még kicsik, tehát akiket ismerek, meg akik mondjuk az én gyerekeimnek a barátai, velük rendszeresen találkozom, és látom őket, hogy mi történik velük, de ők még nincsenek abban az életkorban, hogy mondjuk egy interjúra le lehessen őket ültetni. Ez az általános iskolás korosztály? Igen, és nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy ők, ők mennyiben fog fognak valóban egy ilyen erős magyar identitást kialakítani, ami, ami úgy tűnik, mint benne lenne a pakliban. És persze kíváncsi vagyok, hogy ők hogyan fognak tovább menni. És arra is kíváncsi vagyok, hogyha ők tovább mennek, akkor a szüleik vajon merre fognak tovább költözni. Szóval ez egy, ahogy a migráció ugye általában egy ilyen örök, örök legitimációra szoruló dolog, és mindig változik, hogy mi mentén legitimálja az ember, és szerintem az örökre érdekes. Hát akkor biztos, hogy fogunk még találkozni és beszélgetünk, hogyha van Orient Express, ha meglátjuk. Köszönjük szépen Fanni-nak, hogy elfogadta meghívásunkat, és köszönjük a hallgatóknak a filmet, illetve a Magyar Nemzeti Banknak a támogatást. Önök az Orient express t a civilrádió.net ázsiai magazinját hallották, a műsor Szilágyi Zsolt és Újás Csenke vezették. Felhívjuk figyelmüket, hogy az Orient Express adásai nem csak a civilradionet en hallgathatók, hanem podcastként az interneten is. A címünk expressorient.blog.hu de ott vagyunk a YouTube-on és a különféle podcast alkalmazásokban is. A Facebookon pedig a Pázmány Péter Katolikus életem Modern Kelt Ázsia kutatócsoportjának oldalán lehet megtalálni az adásokat és készítőiket. A viszont hallásra tartsanak velünk a jövő héten is. Én is nagyon köszönöm a meghívást,